Szia, üdvözöllek nálunk. Elsőként a Momentumnak az aktuális munkájáról és általánosságában a párt munkájával kapcsolatban szeretnélek kérdezni. Ugye a Momentum az mindig is azt hangoztatta, hogy az EU-s pénzeket leginkább az egészségügyre, az iskolákra és a munkahelyekre kell költeni. Az utóbbi időben közé is tetted a Facebook oldaladon az általatok megcélzott előrelépéseket, de hogy abból nem derült ki, hogy konkrétan mik lennének azok az intézkedések vagy lépések, amiket elsőként megtennétek egy esetleges kormányváltás esetén. Na, először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, mindig öröm élőbe beszélgetni, főleg így a koronavírus járvány közepén, az mindig jó, hogyha az ember nem csak a monitoron keresztül látja a másikat. Hát a Momentumról, ahogy mondtad, nekünk egy most a legnehezebb helyzetünk, az pont ez a monitoron való létezés, mi sokkal jobban szeretünk az utcán lenni. Ez az iskola, kórház, munkahely, vagy kórház, iskola, munkahely háromszög. Én azt gondolom, hogy ezzel leírtunk mindent, ami nem csak hogy a legfontosabb az emberek életébe, illetve amin keresztül bármiről is tudunk beszélni, hanem minden, ami meghatározza a jövő generációját is. Hogyha már itt vagyunk a Jövő TV-ben, akkor azt gondolom, hogy ez nagyon fontos aláhúzni, hogy a jövő az nem csak a fiatalságnak szól, mindannyiunk jövőjéről, a következő generációk jövőjéről, épp úgy, mint a mostaniakéről. És szerintem nem egy túlzás azt állítani, hogyha egy közösség tagjai vagyunk, egy olyan közösségé, aminek az a célja, hogy a különbségek eltűnjenek. Nyilván nem fog tudni minden különbség eltűnni, de hogy alapvetően gazdaságilag, szociálisan, kulturálisan egy síkra terelődjön, és egy közös európai identitás alakuljon ki a végén, akkor az ettől a közösségtől kapott támogatást fordítsuk azokra a legfontosabb alapkövekre, amikből lehet jövőt építeni. És ez az egészségügy, az oktatás és a munkahelyteremtés, ami ugyebár a gazdaságnak az alapja. Amiket én most elkezdtem, illetve nem csak most, erről beszélünk, az európai parlamenti választási kampány óta erről beszélünk, alapvetően az emberek hiányolják a víziót. Nekünk van víziunk. 2018-ban írtunk egy nagyon-nagyon hosszú programot, amit a kutya nem olvassa el, de én azt gondolom, hogy a programot elsősorban azért írja egy politikai közösség, hogy megmutassa, hogy nem csak vágyai vannak a jövőre nézve, hanem konkrét elképzelései. Most egy ilyen nagyon faramúci helyzetben van a Momentum, illetve mindenki, aki kormányzásra készül, vagy szeretné azért átvenni a kormányrudat, hogy sokkal jobb országba élünk, hogy tényleg legyen jövője ezeknek a generációknak. Ugyanis most nem arról van szó, hogy a Momentum mit akar. Nem arról van szó, hogy akkor konkrétan milyen megoldási pontok vannak, hanem arról, hogy ez a szivárvány koalíció milyen közös programot tud nyújtani. Ez a munka elkezdődött, ez az, amiről persze senki nem beszél, mert mindenki arról beszél, hogy együtt, vagy külön, vagy hány lista, vagy hogy hála jó égnek ezt az előző évben lezárták az ellenzéki pártok. Most már lehet a konkrétumokról beszélni, ami például a napokban történt, megállapodtak a közös vízió alapelemeibe. Erre mondhatja egy átlag választópolgár, hogy hát gratulálok, tehát már nem itt kéne tartani. Én azt gondolom, hogy egyrészt igazuk van, nem itt kéne tartanunk, de ez egy nagyon fontos első lépés volt. És én azért is ismételgetem, hogy nekünk milyen víziónk van, mert azt gondolom, hogy erről kéne beszélni. Megoldási ötletekből nagyon sok van, és ráadásul ez egy nagyon jó hír, hogy az ellenzéki pártok konkrét szakpolitikai megoldásai nincsenek annyira távol egymástól. Ezeket össze fogjuk tudni fésülni. Jó, hogy említetted a közös listát, mert nagyon sok kritika éri mostanában a Momentumot, mivel Fekete Győr András pár éve egyértelművé tette, hogy nem szeretne a Momentum a többi ellenzéki párttal egy kalap alá kerülni, és most ennek mégis eljött az ideje, nyilván ennek megvannak az okai. Milyen folyamatok vezettek végül ehhez a döntéshez? Nézzünk körül, hogy hol vagyunk, miben élünk. Alapvetően politikai történeti szempontból 10 év, az nem egy hosszú idő, de mindazok számára, mindannyiunk számára, aki ebbe benne él, minden egyes további nap a NER-ben, az az elviselhetetlenség maga. A jövőképünket erodálja. Nem véletlenül van az, hogy a legfiatalabb generációk most már egymás után hagyják itt az országot, mert olyan helyen szeretnek élni, ahol van jövőkép, van vízió, ahol előrébb tudnak jutni. Magyarországon egyre jobban szűkül a szabadságnak az érzete, egyre jobban szűkül a lehetőségeink érzete, egyre inkább az uram bátyám felé megyünk el. Hát köszönjük szépen, mi ebből nem kérünk. Adott ez a lehetőség, hogy azért mégiscsak vannak még választások. Egy borzasztó igazságtalan választási törvény és választási rendszer árnyékában, széllel szembe, minimális erőforrásból próbálunk valamit csinálni. Fel kellett ismerni azt, hogy ebben a helyzetben jelenleg van egy olyan megoldási kezdet, ami soha nem próbáltak ki, és erre
tol mindenkit az újabb és újabb választási törvénymódosítás, az pedig, hogy egy az egy ellen. Ez nem azt jelenti, hogy a Momentum feladta volna, miért megszűnt. Nem véletlenül momentumos zászlók alatt indultam el európai parlamenti képviselőnek, és a mai napig nagyon büszkén állok momentumos európai parlamenti képviselőként ott. Mert azt gondolom, hogy igenis fontos az identitás. Én egy olyan országba szeretnék élni, ahol a különböző pártok nem gyűlölik egymást. Nem véletlenül nem kék színű logó, vagy piros színű logó, vagy zöld színű logó alatt, hanem lila színekben tündöklök, de ez nem jelenti azt, hogy ne tudnék együtt dolgozni más színű politikusokkal. Úgyhogy most egy olyan helyzetben vagyunk, ahol muszáj közösen, ez nagyon-nagyon sok megoldandó feladatot is ad nekünk, rengeteg konfliktus lesz, biztos vagyok benne, mindig is volt, de hát ez mint egy családban ott is mindenféle konfliktusok vannak. Együtt kell tudni rendszert váltani. Tehát, hogy most már ott tartunk, hogy nem egyszerűen egy kormányváltásra készülünk, hanem az Orbán által felépített rendszert le kell bontani, és egy újabb, egy igazságosabb, emberségesebb országot kell felépíteni. Egy olyan országba szeretnénk élni, ahol elindulhatunk újra csak, mint Momentum. És addig a Momentumnak a legnagyobb felelőssége és feladata, hogy mindent megtenni azért, hogy ne csak, hogy kormány és korszakváltáshoz jussunk 2022-re, hanem hogy minden gátat és minden kontrollt belerakjunk ebbe a közös rendszerbe, hogy ne térhessünk vissza 2010 elé. És mit üzennél személyesen azoknak a szavazóknak, momentumos szavazóknak, akik most csalódottnak érzik magukat a közös lista miatt? Én azt üzenem nekik, hogy mindenképpen meg kell tanulni közösségben dolgozni. Amúgy a Momentumos szavazók többsége amúgy ezt már érti. Hiszen a Momentum közössége nem egy ideológiailag, vagy generációsan, vagy bármilyen szinten homogén közeg lenne. Sose fogom elfelejteni a legelső korszakokat. Olyan vitáink voltak a legapróbb cseprőbb szakpolitikai kérdésekben, amit szerintem nagyon sokan nem tudnak elképzelni. Miért? Mert mindannyian máshonnan jöttünk, és másba hiszünk, de az összekötött minket, hogy az, ami most vagyunk, az egyenlően rossz mindannyiunk számára, bármilyen világnézetben is hiszünk. És a Momentum elmúlt 3-4 évében kiderült, hogy igenis vannak olyan megoldási javaslatok, ami jobbtól balig a centrumot meg tudja adni. És mi szeretnénk azokat a minimumokat felépíteni, amiben mindenki egyet tud érteni, és utána kezdődjenek el azok a viták, amik már világnézetbeli különbségeken alapulnak. A vita az jó. Csak sajnos elvesztette a magyar társadalom, és leginkább a politikai elit a vitára való hajlandóságát és képességét, és ebben hatalmas felelőssége van a kormányzó pártnak. Az, hogy a Fidesz nem jön el sehova, nem tudom, hogy bármilyen meghívásotokra reagáltak-e, nem lepődnék meg, ha nem. Én naponta kapom a felkéréseket különböző konferenciákra, webináriumokra, sehol soha nincsen fideszes képviselő. És idő után én is felteszem a kérdést, hogy most mérüljünk le, és beszéljünk arról, mert mindannyian egyetértünk. Azzal senki nem jut el, mi se jutunk előrébb. És ez a fajta megosztottság, mint hogyha két különböző alternatív valóságban élnénk. Sőt, most már konkrétan két alternatív valóságban él egy ellenzéki, meg egy kormánypárti szavazó állampolgár. Hitviták vannak, de olyan alapvető kérdésekben is hitviták vannak, mint a védőoltás. Ember életek múlnak bizonyos kérdéseken, de mi hitvitázunk. Ez borzasztóan egy luxus, én azt gondolom. Nagyon érdekelne a véleményed. Novák Katalin családokért felelős miniszter minap megosztott videójáról, amiben ugye tulajdonképpen megpróbálja lebeszélni a magyar nőket a karrierépítésről. Mit gondolsz erről? Ő ugye nőként országgyűlési képviselő és egy befolyásos politikus, tehát érdekesen hangzik az ő szájából ez az egész narratíva. Nekem is egyből ez jutott az eszembe, hogy ő saját magát hogy definiálja? Természetesen sikeres családanya, illetve nyilván mindenkinek megvannak a magai gondjai otthon, azt nem szoktak kirakni az Instagram profiljára, de reméljük, hogy egészségben, boldogságban, nagy családi béke sok gyerekkel, tud sütni, főzni, takarít, mindenre van ideje, plusz még miniszterkedni is. Hát zseniális, én ezt kívánom minden nőnek. Ezek szerint igenis lehetséges a munka és a magánélet közötti egyensúlyt megteremteni nőként, és amikor Novák Katalin azt mondja, hogy a nőknek nem kell versenyeznie, akkor én csak azt tudom nagyon naívan gondolni, hogy milyen szerencsés lehet, hogy akkor neki nem kellett versenyeznie. Én sem hiszek abba, hogy a nőknek a férfiak ellen kéne mennie, és a nemek közötti versenynek kéne múlnia bárminek. De jelenleg ez a helyzet. Az a helyzet, hogyha egy nő ambiciózus és szeretne egy karriert elérni,
Sőt, tovább megyek, ha nem csak karriert szeretne élni, hanem ő is azt szeretné, ha olyan élete lehetne, mint Novák Katalinnak, azaz van család is és karrier is, azért kőkemény háborút kell ma vívnia. És nem csak a férfi kollégákkal, hanem a közösségekkel is, amiben él, mert hogy az a norma ma, hogy a nő az inkább maradjon otthon szülni, plusz kormányzattal is. Ugyanis ezek nagyon szép szavak. Csak akkor miért nem azzal foglalkozik, hogy segítse a fiatal nőket abban, hogy olyan döntéseket hozhassanak, ahol már nem kell versenyezniük. Miért nem beszélünk arról, hogy mind a háztartásvezetés, mind a gyermeknevelésben hozzuk ezt egyensúlyba férfi és nők között. Ott se legyen verseny. Ne kell egy nőnek 400%-ot hozni azon a napon, ahol a férfi mondjuk a 80%-kal is már egy sikeres napot zárt le. És nem azt mondom, hogy nincsenek ilyen családok, hogy miért ez a modell nem létezik, de hogy nem egyre inkább elterjed az, hogy a férfiak és a nők között kialakul egy egyensúly. De nem ez a norma, nem ezt látjuk. Ráadásul nagyon sokszor mit kapnak meg azok a lányok, akik megpróbálnak Novák Katalin mintájára mind a kettőt megteremteni, elutasítást, lenézést, és nagyon sokszor nem kapnak segítséget ebben. Tudod, hogy én hányszor kaptam meg azt, hogy miért nem megyek inkább gyereket szülni? Hogy mi az, hogy én boldogan arról mesélek, hogy a férjem jobban főz, ezért nálunk ez az őre szortja? Hogy mondhatok én, hogy egy rendes nő az büszke arra, hogy szeret főzni? Hogy lehetek én büszke arra, hogy nem szeretek főzni? Én meg szeretnék egy olyan világban élni, ahol igaza van Novák Katalinnak, ez nem egy versenykérdés, mindenki azt csinálja, amit szeret, és amiben jobb, és a végén az összesség, a család összessége adja ki az egészet balanszba. Térjünk át a te EP-s munkádra, vagy EP-s munkátokra, ugye Elcse Katalinnal. Most a legaktuálisabb kérdés a jogállamisági mechanizmus, amely január 1-től lépett hatályba. És ugye ez az uniós pénzek védelme érdekében jött létre. Viszont az egy érdekes kérdés ezzel kapcsolatban, hogy magára az eljárásokra várni kell még. Tehát az Európai Bizottság eljárására várni kell. Addig is milyen lépéseket lehet eszközölni egy-egy gyanús ügy esetében, vagy milyen szankciók várhatóak? Hát alapvetően, mint minden Európai Uniós eszköz, ami szankcióval jár, az alapvetően úgy néz ki, és ez most sem változott ebben a nagy politikai vitában sem, hogy az ember feltár valamit, ez lehet egy egyszerű állampolgár is, lehet egy oknyomozó újságíró, egy politikus, ezt az ügyet el kell jutatni az Európai Bizottsághoz, hiszen náluk van ez az eszköz. Amit ők ki fognak vizsgálni, monitorozni fognak. Semmi ilyen típusú eszköz nem úgy működik, hogy én azt mondom, hogy loptak, és másnap szankció. Tehát még akkor is, hogyha a mai nap, ugyanis most már januárban vagyunk, most már ezeket az ügyeket fel lehet tárni, illetve eddig is fel lehetett tárni, de most már van eszköz arra, hogy szankcionálni is tudják ezeket a lopásokat. Ha én most azonnal átadok egy ügyet a bizottságnak, akkor is hónapokba telt volna, mire eljutunk. És most ott tartunk, hogy még egyelőre én nem hallottam arról, hogy megtámadta volna a magyar vagy a lengyel kormány magát a jogszabályt, de megtámadhatja, illetve ezt nagy nyereményként adták elő azt a jogukat, ami 2004 óta magyar miniszterelnök zsebébe ott voltam, úgycsak ezt is zárójelesen tegyük meg, hogy a hú de sokat nem ért el. De nem is ez a lényeg. Én hiszem, hogy az Európai Bíróság sokkal gyorsabban le fogja zárni ezt a kérdést, méghozzá azért, mert hogy mindenki, aki az európai joghoz egy picit is konyít, főleg azok, akiknek ez a fő feladatuk, pontosan tudják, hogy ez a jogszabály nem megy szembe az európai joggal, nem megy szembe azzal, amit Orbán Viktor meg akar fúrni. Innentől kezdve helybe fogja hagyni a bíróság ezt az egész történetet. Nekünk az a feladatunk, hogy nyitott szemmel járjunk, és az a feladatunk, hogyha bármi korrupciós ügyet találunk, azt azonnal vigyük, és kérjük, és hívjuk fel a bizottság figyelmét, hogy monitorozza, hogy vizsgálja, ki fogják ezeket vizsgálni, épp úgy, ahogy a kötelezettségszegési eljárás, ami egy nagyon hasonló mechanizmus, csak egy más mechanizmus, az ugyanúgy működik ma az Európai Unióban, és ezzel élünk is, élnek mások is. És mielőtt bárki félreértené, ezt azért kell nekünk jelenteni, ez a mi saját érdekünk. Ugyanis azok a pénzek, amikről szó van, az közpénz. Az magyar embereknek szánta az Európai Unió. Tehát én nem azért fogok ezekkel az ügyekkel az Európai Bizottsághoz menni, mert fel akarom jelenteni a magyar kormányt, hanem azért, mert a magyar kormány saját zseppénztárcájának, saját zsebmalacának használja azt az összeg kupacot, amit alapvetően nekünk kéne kapnunk. És én azt gondolom, hogy ez embertelen, ez igazságtalan, és most már elég volt abból, hogy minden csak a saját köreiket gazdagítja. Mindannyiunk érdeke, ez nem egy ellenzéki, kormánypárti, ez egy magyar érdek, hogy ezek az ügyek továbbiakban ne tudjanak csak így elsikkadni. Szerinted
a jogállamisági mechanizmus alkalmazásával valóban csökkenni fog a korrupció mértéke a tagállamokban? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos preventív eszköz is. Ugyanis, és itt akkor most visszatérnék, amit az előbb mondtam, a kötelezettségszegési eljárások, illetve hogy vannak más típusú eszközök is. Korábban, csak hogy egy nagyon konkrét példát mondjak, például az Elios botrány, amikor Orbán Viktor veje, Tiborcz István tulajdonolt a cég, alapvetően kilopta az EU-s támogatást abból a közvilágítási projekt a sorozatból, amivel meg voltak bízva. És amikor az Olaf is, és mindenki feltárta, és egyértelmű volt, hogy itt lopás történt, mit csinált a magyar kormány? Jó, nem hívjuk le ezt az összeget. Mi lett volna, ha lehívják? Megkapják a szankciót, a büntetést, de az csak ezt az eleme, ezt a programelemet célozta volna meg. Most viszont egy olyan eszköz van a kezünkben, ami hogyha egy újabb Elios történet lenne, akkor nem csak az Elios projektre szánt összeget hívhatja vissza a bizottság, hanem azt mondhatja, hogy akkor ilyentől kezdve X időre letilt különböző alapokat. Borzasztó sok pénzről van szó, tehát itt egy lopás miatt dőlhet a kártyavár. Miért fontos ez? Mert Magyarországon a demokráciát és a jogállamiságot, a szabadságunkat és mindent, ami működött, azt alapvetően EU-s pénzek ellopása által építették le. Tehát a rákfenéjét lehet megfogni azzal, hogyha az EU-s források további csapolására ott van egy eszköz. Ne legyünk naívak, tovább fognak lopni. Ha más nem ért el, már most rövid távon az, hogy ezt az eszközt ezt megteremtettük, az az, hogy nem fognak ennyire képmutatóan ekkora összegekbe lopni, ugyanis mondom, egy-egy ügy felderítése alapokat dönthet be. Ez a kormányzati kártyavár, az egész rendszer darabjaira fog széthullani abban az esetben, ha nincs miből finanszírozni az oligarchákat, a családtagokat. Ez az egész kör a lopáson alapuló utófinanszírozáson alapszik. Én azt gondolom, hogy ha más nem, a preventív része nagyon-nagyon fontos. Másrészt meg igenis megállt parancsol annak. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió picit lassú. De itt most van egy olyan eszköz, ami eddig nem volt. És hogyha kell, akkor csinálunk további eszközöket is. De alapvetően az lenne az érdekünk, hogy felismerjük a közös európai érdeket, és senki nem lopja ki ebből azt, amit azt gondolja, ki kéne lopni, mert úgy megy előre az Európai Unió, és úgy megy előre Magyarország is, ha jól használja fel ezeket a forrásokat. Puzsér Robert publicista a jogállamisági mechanizmus jelenlegi formáját kudarcnak ítélte egy hozzád intézett nyílt levelében, mert szerinte a végső jogszabály egy Orbán Viktor javára szóló alkú. A jogállamisági mechanizmus a jelenlegi formájában kevés, Puzsér Robert szerint, és ezt kérte rajtad számon ebben a nyílt levelében. Mi a válaszod erre? Puzsér Robertnek is megválaszoltam, bár mondjuk hozzá nem jutatta el ezt a levelet, hanem Facebookon láttam, hogy van, és gondoltam, hogy akkor nyilvánosan aláírom a saját kommentemet is, mint bárki más, és nagyon aprólékosan 12 pontba szedve cáfoltam meg, főleg azért, mert hogy ennél durvában fogalmazott, ő azt mondta, hogy hazudok. Én azt gondolom erről az egész történetről, hogy borzasztó nagy felelőtlenség, amikor magukat véleményvezérnek gondoló emberek olyan véleményeket formálnak, amit a követőiknek az igényeit akarja kiszolgálni, egyfajta érzésre építenek rá, ahelyett, hogy utána mennének. Tehát nekem nem a Puzsér Roberttel van problémám, sőt azt gondolom, hogy amúgy nagyon jó lett volna, ha ezek után folytatjuk ezt a beszélgetést. Soha nem kaptam választ a pontjaimra, hogy akkor ezzel ő egyetérte vagy sem. Nem is ez a lényeg, mert nem vele van vitám, hanem azt gondolom, hogy ő ment a mainstream-mel tovább. Akkor azokban a napokban, az első napokban mindenki azonnal világ végét kiáltott. Ez egy nem túl hosszú, de nagyon bonyolult, körülbelül 5 oldalas jogszabály. Mi több mint egy éve ezzel kelünk és fekszünk. Nyilván sokat módosult az idő alatt. Senkitől nem várom el, hogy azonnal értsen hozzá. Én azt várom el, hogy mielőtt ennyire szélsőséges vélemények fogalmazódnak meg, értsék meg, hogy mi van benne. Mert aki a folyamatban részt vett, aki bármilyen szinten olvasta ezt a szöveget, annak egyértelmű volt már az elejétől fogva, hogy ez nem egy olyan szankciórendszer, ami 24 órán belül azonnal büntet. Ez nem egy olyan eszköz, amiben bele fog bukni január 2-án az Orbán kormány. És én azt gondolom, hogy mindenkinek, aki közéleti szereplő, legyen szó politikusról, véleményvezérről, publicistától, alapvetően fel kéne ismerni azt a felelősséget. Semmire nem megyünk, ha azt hirdetjük, hogy majd valaki minket más meg fog kívülről menteni. Ha mi meg akarjuk változtatni ezt az országot, ha mi egy
egy emberségesebb, igazságosabb országba akarunk élni, egy demokráciába. Nekünk, magyaroknak kell leváltani a kormányt, nekünk kell helyre tenni ezeket a dolgokat, és nem állandóan azon sápítozni, hogy az Európai Unió mennyit tesz, vagy mennyit nem tesz. Az Európai Unió közösségének a része vagyunk, és az Európai Unió segít, de nem fogja helyettünk megcsinálni ezt, helyre tenni ezt a rendszert. Ez az eszköz egy segítség. Ahogy mondtam, nagyon sok mindenre jó lesz. Nem fog ebbe belebukni az Orbán kormány. De aki ezt, ettől az eszköztől ezt várta, az megint hiú ábrándok után fut. Én azt gondolom, hogy sok embernél megértem, a véleményvezéreknél nem. Hiszen felelősségük van, akinek ekkora követői tábora van, annak felelőssége van, hogy mire hergeli ezt a tábort. És nem jó a folyamatos üldöztetésre, folyamatos támadássorozatra. Ez ugyanaz, amit az Orbán kormány csinál. Ki kell lépni ebből. Meg kell mondani, hogy mi, hogyan és merre fele menjünk, és hogyan tudunk ebben mi magunk segíteni. Az, hogy állandóan mit kellett volna másnak tennie, hát ezért jött létre a Momentum, ebből lett elegünk. Tehát te kategorikusan elutasítod azt, hogy ez egy kudarc, ezt kijelenthetjük. Tehát Puzsér Róbert állítását te elutasítod ebből a szempontból. Egyértelműen elutasítom, abban tudok vele esetleg vitatkozni, mert hogy esetleg még egyet is érteni, hogyha az a kérdés, hogy milyen szemüvegen keresztül nézzük. Ha ő azt mondja, hogy ott nem érdekli, hogy Európa, ez egy európai nagy siker, mert csak a magyar része érdekli őt ebből, ez egy teljesen valid álláspont, arra azt tudom mondani, hogy igen, más a siker mértéke Magyarországról nézve, főleg akkor, ha hamis elvárásaink voltak az eszközhöz. De én akkor is azt mondom, akkor is leérnünk vele vitázni, és azt mondom, hogy nincs igaza. Ez akkor is egy siker. Volt korábban ilyen eszköz? Nem. Most van? Van. Tudott Orbán Viktor változtatni a tartalmán? Nem. Segít ez nekünk? Tud ez segíteni. Európai szemszögben aztán végképp egy hatalmas siker. És én nem 22-ig szeretném nézni a történet. Nem azért ülök az Európai Parlamentben, hogy 22-ig vitatkozzak ott emberekkel. Nekem is, és a Momentum más politikusainak is az a célja, hogy a következő 5, 10, 15, 20, 30 évre való változást indítsunk be. Ez az eszköz ebben is segít. És tudom, igen, 22 nagyon fontos dátum, de ez egy politikai mérföldkő lesz ott. Nem a politikai végcél, amit el kell érni. Legutóbbi hír rólad, hogy a Publikus felmérése szerint Cseh Katalinnal ti lettetek itthon a legnépszerűbb EP képviselők, amihez ezúton is gratulálok. Köszönjük szépen. Ha a pártod felkérne, hogy részt vegyél a miniszterelnöki előválasztáson, akkor igent mondanál? Én ezt már nagyon sokszor, nagyon sok helyen elmondtam, hogy 2019-ben én 5 évre kaptam bizalmat a választóktól. Én arra kértem őket, hogy bízzanak meg bennem, és én őket fogom képviselni az Európai Parlamentben. És Magyarország hangja szeretnék ott lenni, és Európa hangja Magyarországon. Ez a küldetés 2024-ig tart. Én ezt nagyon-nagyon komolyan veszem. Én azt gondolom, hogy ha valaki valamiért a választók bizalmát kéri, azzal nem szabad visszaélni. És én azt gondolom, hogy ahol vagyok, jó helyen vagyok, és egyelőre jól csináljuk, ahogy mutatják a kutatások is, azért abban is kiderült, hogy azért még mindig nagyon sokan nem ismernek minket, nem tudnak rólunk. Rengeteg munka van még előttünk. Én szeretnék lerakni egy 5 éves eredményt az asztalra, ítéljék meg a választópolgárok. Rengeteg minden más módon is tud segíteni az ember a változást elhozni, nem feltétlenül miniszterelnök jelölt, az az egyedüli opció, amiben ebben részt lehet venni. Én egy borzasztóan aktív, lelkes közösség tagja vagyok, és a Momentumnak lesz miniszterelnök jelölt, a Momentum ott lesz ebben a változást elérő korszakban, és mindent meg fogunk tenni, hogy az változás igazi változás legyen, és ebben nekem is komoly szerepem lesz, úgyhogy nem gondolom, hogy miniszterelnök jelöltként lenne egyedül ebben fontos szerepem. Ennek tükrében kit látnál szívesen a miniszterelnöki székben? Ez egy nagyon érdekes kérdés, nagyon jó kérdés. Nem tudom, én azt gondolom, hogy az előválasztásban nem véletlenül állt bele a Momentum elég korán, hogy mi ebbe hiszünk. Döntsék el ezt a választópolgárok. Tehát amikor ennyire sokszínű koalíció élére keresünk valakit, nyilván mindenkinek vannak kedvesebb, meg kevésbé kedves arcai, de alapvetően most azt az embert keresünk, nem azt, aki egy-egy közösség számára a legszimpatikusabb, vagy akiről leginkább elhinni, hanem azt, akiről a választók el fogják hinni,
hogy csapatkapitányként egybe tudja tartani ezt a szivárvány koalíciót. Mert ez nagyon rossz is lehet, meg nagyon jól is elsülhet. Most mi az a feladatunk, hogy mindent megtudjunk, hogy lehető legjobban süljön el. De csak az akkor fog tudni megtörténni, ha végén a választók elmennek szavazni, bizalmat szavaznak ennek a társaságnak, és ezzel korszakváltást tudunk elérni. Úgyhogy a választók meg fogják mondani, hogy ki az, akiről elhiszik, hogy tényleg kézbe tudja tartani ezt a nagyon sokszínű csapatot, meg fogjuk találni. Mi további sok sikert kívánunk neked a munkádhoz, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm.